Békirály Györgyit a Victoria Maxi női ruházat öltözteti. Békirály Györgyi ékszereiről a Meril divatárú és ékszerüzlet gondoskodik. Ízületi negyed, fejfájás utca, betegségfalva, akut sugárút, krónikus körút, gyulladás híd, túlsúlyos sugárút, gyógyulás körút, egészségtér. Az ajtók a természetes oldalon nyílnak. Köszöntöm nézőinket. Az egészségtér mai adásában azzal foglalkozunk, hogy miként lehet bevetni a 21. század lehetőségeit és módszereit annak érdekében, hogy minél több egészséges baba szülessen. Már is mondom, hogy ki a vendégem. Kulin Sándor, szülésznőgyógyász, ugye fogalmazhatok úgy, hogy meddőségkel foglalkozó orvos vagy. Igen, köszönöm szépen. Annál is inkább, mert ugye miután tudtam, hogy mi fogunk beszélgetni, én a neten beírtam, hogy Kulin Sándor, és ugye azt tudjuk, hogy a jó orvosoknak van fórumuk, tehát akiket a betegek szeretnek, és akivel sokat foglalkoznak, arról mindenféléket írnak. Na, én találtam egy véleményt, felolvasom, a következőképpen szól. Én is mindig jó érzéssel megyek hozzá a vizsgálatra, és nagyon furcsa volt először, mert én mindig tök ki voltam, amikor nőgyógyászhoz kellett mennem. De nagyon meglepődtem az első alkalommal, mert nem kellett egy percet sem várnom. Kb. Egy órán keresztül beszélgetett velem nyugodtan, kedvesen. Na most ezt én nem azért olvastam fel, hogy milyen kedves vagy, meg hogy milyen tök jól érezte magát a páciens, hanem hogy egy órát beszélgettél egy beteggel, ami szerintem egyrészt nagyon ritka, másrészt a tekintetben nagyon jó dolog, hogy így az illető lelkét, a hátterét, az egész embert feltérképezed. Igen, nálunk ez kezdettől fogva azt gondolom, hogy mindig is így volt, hogy egy új páciens legalább egy óra időt kap, és később is minimum fél óra, de a későbbi vizeteknél is van, aki még mindig egy órát kap. És azt gondolom, hogy tényleg, amikor... Ez a holisztikus szemlélet jegyében történik, hogy te nem csak azt nézed meg, hogy mi az ő problémája, vagy milyen a vérnyomása, vagy a szíve, vagy te tudod, hogy milyen paramétereket nézel, hanem hogy milyen a lelke. Tehát, hogy meg is akarod ismerni? Mindenképpen, és ismervén az állami egészségügy adottságait, lehetőségeit, és leterheltségét, természetesen ott ilyenre nincs lehetőség. És ez az egyik ok, ami miatt én magánorvos lettem, hogy ezt a pluszt megadhassam a betegeknek. Mert belehelyezkedve az ő helyzetükbe, és különösen mondjuk egy meddőségi problémánál, ennek rendkívül sok bugyra van egy ilyen problematikának, és az állami rendszerben megvan annak a lehetősége, hogy a standard előírt vizsgálatokat megcsinálják, és ez alapján a megfelelő terápiát, nagyon csúnya szóval mondom, kiszolgáltassák a betegnek, de a meddőség egy ennél sokkal összetettebb problémakör, mint hogy néhány hormonvizsgálattal, egy spermavizsgálattal a végére járhatnánk, és ahhoz, hogy valóban fel tudjuk készíteni azt a párt a gyerekvállalásra, és utána a várandóság alatt is végig tudjuk kísérni mindazon a nehézséggel, ami előttük állhat, ehhez idő és odafigyelés szükséges. Tehát akkor abból, amit elmondtál részben, az is következik, hogy a te koncepciód nem feltétlenül az, ami mondjuk az állami egészségügyi ellátásból tudnélik, bejön valaki, aki meddő, és akkor a cél az, hogy ő minél hamarabb teherbe essen. Nálad az fontos, hogy ő egészséges legyen, és az egészséges mamának legyen egészséges gyereke. Ezt nagyon szépen fogalmaztad. Én azt gondolom, hogy ez mint cél természetesen az állami egészségügyben is pontosan ugyanígy van. Hát csak nem mindig sikerül. Csak mondom, a lehetőségek mások. De valóban ez a filozófiánk, hogy minél egészségesebb anyától, minél egészségesebb baba szülessen. És sokszor a nálunk először jelentkező párok először meglepetten tapasztalják, hogy én tőlem azt a választ kapják,
hogy én ma nem látom őket olyan helyzetben, hogy, hogy én ma abban segítenék nekik, hogy minél hamarabb legyen egy pozitív terhességi tesztjük. Mert a leendő babájuk érdeke nem ezt kívánja. Hanem és még, akkor ilyenkor duzzognak, mérgesek, nem, hogyan, hogyan nem, meglepődnek, hogyan meglepődnek, reagálnak? Meglepődnek, de megértik, és aztán a végén azért legtöbben hálásak. Még akkor is, hogyha ez az előkészület 3-4-5-6 hónapot is igénybe vehet, attól függ, hogy milyen egyéb problémákat vagy megoldandó feladatokat találunk, de tényleg kell, hogy testileg, lelkileg egy minél optimálisabb állapotban legyen az a pár, aki aztán erre a csodára készül, hogy egyszer csak egy gyereket kapjanak. Igen, pont azt akartam mondani, olyan jó, hogy ezt a csodaszót használtad, hogy tulajdonképpen szerintem a legnagyobb innováció, amit egy orvos tudhat, vagy ami egy orvosnak a kezében lehet, hogy ugye amikor a természet úgy dönt, hogy itt van ez a pár, és hogy nekik ne legyen gyerekük. És akkor jön egy orvos, aki így vagy úgy vagy amúgy megoldja ezt a csodát, és lesz gyerekük. Uh-huh. Ez mindig egy etikai kérdés is. És ezt is gyakran elmondom, hogy hála Istennek én senkinek nem tudok gyereket csinálni. Ha tudnék, hát azért a saját gyerekeit csak lettek valahogy. Azokat is kaptuk. Ezt a labdát nem tudtam leütés nélkül hagyni, igen. Ha az orvosi beavatkozáson múlna összesen, hogy kinek lesz gyereke, meg kinek nem, akkor én ezt nem merném csinálni, amit csinálok. Én csak egy olyan munkás vagyok, aki segít a házaspároknak, hogyha ez a csoda meg akar velük történni, akkor ez meg tudjon történni. De a csoda soha nem tőlünk, orvosoktól jön, az máshonnan jön. Ez biztos. Egyébként te ugye integratív orvosnak vallod magadat, ami az én szám, mondom, hogy nekem mit jelent a szám, hogy te mondod, hát mégiscsak te tudod jobban, hogy ugye felhasználod az akadémiai orvoslást, hiszen egy szülésznőgyógyásszal beszélgetek összes eredményét, tapasztalatát, tudását, terápiáját, és mellé gondolom, hogy kiegészíted még mindazzal, amit te a 21. századi módszerek között eredményesnek, elfogadhatónak, jónak tartasz. Igen, pontosan erről van szó. Tehát az orvostudomány fejlődése meg eredményei, azok szélesebbek, mint amit ebből az akadémiai orvoslás hoz létre, vagy amilyen ütemben az akadémiai orvoslás ezeket az eredményeket elfogadja. És mi a hippokráteszi esküt arra tettük, hogy legjobb tudásunk és legjobb lelkiismeretünk szerint lehetőleg minden eszközzel megpróbálunk segíteni a beteggel. És itt tényleg egy kérdés, hogy milyen szűrőkön kell átmenjen valamilyen módszer, valamilyen megközelítés ahhoz, hogy én azt felvállaljam és a betegek javára fordítsam, de ha ezen a szűrőn átment, ez akkor... Ez nyilván a te szűrőd. Ez az én szűrőm, de nem vagyok én ezzel egyedül, tehát nagyon-nagyon nagy tudományos fóruma és nemzetközi konferenciáik vannak ezeknek az akadémiai orvoslás által ma még lehet, hogy nem minden szempontból befogadott módszereknek, de szó nincs arról, hogy én valamit feltaláltam a garázsba, és akkor azt a holnap a betegeken használom. Tehát ezek mind olyan technológiák és terápiák, amik mögött nagyon komoly emberek, nagyon komoly vizsgálatok, nagyon komoly teóriák és nagyon komoly tapasztalat van. És a saját tapasztalatunk is azt mondja, hogy ezeket bevetve tényleg jobb eredményt lehet elérni, és lehet olyanoknak is segíteni, akikkel a standard módszerekkel esetleg nem biztos, hogy tudtunk volna segíteni. Mi olyan 10 éve találkozhattunk utoljára, meg aztán most itt a stúdióban, és én már emlékszem, hogy te akkor is különböző egyéb módszerekkel is foglalkoztál, nem csak az akadémiai orvoslással,
Egy olyan rendezvényen találkoztunk, ahol egyrészt egy oxigéndús vizet mutattatok be, másrészt pedig te ezt a bizonyos papini készüléket, amelyik ugye villámcsapással vagy villámcsapásszerűen gyógyít. Na most ebből már következett, hogy nem csak a hagyományos orvoslást tisztelő és figyelembe vevő orvossal találkoztam, vagy beszélgetek. A kérdés az, hogy a meddőség kezelésében melyek azok a módszerek, amiket erről a térféről, amiről most beszélgetünk, kölcsönvettél? Én talán nem is konkrét módszerekről beszélnék, hanem megint megközelítésről. És talán az érdekelheti a kedves nézőket, hogy mik azok a problémák vagy helyzetek, amire érdemes odafigyelni és érdemes valamilyen megoldást találni rá. És az egyik nagy témakör az pont az a helyzet, hogy ma egyre magasabb életkorban vállalnak első gyereket is a családok és az anyák. Tehát, nem volt olyan nagyon régen. Kitolódik a szülés életkor ilyen 40 körülire is. 35 köré mindenképpen. És ez azért érdekes, mert... És ez nem jó? Ugyan fehéredik már a hajam, meg már fehér a bajszom, de azért nem volt mégse történelmi távlatokban az, amikor én szakvizsgát szereztem még a Szabolcs utcában, az Orvos Továbbképző Egyetemen. És akkoriban, hogyha egy nő az első gyermekét 30 éveit betöltötten szülte, akkor orvosi diagnózisként a korlapra föl kellett írni, hogy idős először szülő. Te jó Isten! És ezek szerint ma hát ehhez többség, képest azért kitolódott az életkor alaposan. A többségnek orvosi diagnózisa van, hogy idős először szülő. Noha nyilván ezt ma már nem írjuk rá a korlapra, de azért ezt mutatja, hogy ez semmiképpen élettani szempontból nem egy optimális helyzet. Na most azt is tudjuk, hogy az életkor előre haladtával a magzat és az anyai problémák, szövődmények esélye az növekszik, és ennek nagyon sokféle oka van, de az egyik oka az például pont a sejtszintű oxigénszintnek a csökkenése. Az életünk során, születésünktől fogva a sejtszintű oxigénszintünk folyamatosan csökken. Egy kisgyereknek annyi oxigénje van, hogy reggeltől estig szalad és meg nem áll. Tehát azért van annyi energiája, és azért pörög annyira, és azért van izgálva, mert tele van oxigénnel. És nem fárad el, és egy kisgyereknek akármennyit mozog, nincs izomláza, mert ő mindig oxigénnel bírja. Ahogy idősödünk, nem csak egyre bölcsebbek és nyugodtabbak leszünk, hanem egyre kevesebb fizikai energiánk lesz. Tehát ha nekünk most reggeltől estig szaladgálni kéne, azt kevesen tudnánk megtenni, és pláne nem tudnánk úgy megtenni, hogy másnapra ne legyen izomlázunk. És ez nem csak a fizikai teljesítőképességünkre, hanem a reproduktív teljesítőképességünkre is rányomja a bélyegét. Tehát azt mindenki tudja, hogy az magas anyai életkorban például kromoszoma rendellenességek nagyobb arányban fordulnak elő, mint fiatalon. Na de mi van emögött? A megtermékenyült petesejt a megtermékenyüléskor rendkívül bonyolult feladatokat kell végrehajtson, föl kell sorakoztatni az anyai és az apai kromoszómákat, közöttük géncseréket kell létrehajtani, és utána a két kromoszoma szettet két leánysejtbe, két utódsejtbe szét kell választani. Egy fiatal petesejtnek megvan az energiája, hogy ezt nagyon ügyesen és nagyon jól csinálja. És az idős petesejtnek már fogy nincs. Az energiája, és az energiahiány miatt ő több hibát fog véteni, és ha ő rosszul... És akkor sanszosabb, hogy baj lesz. Hogy sanszosabb, hogy baj lesz. Tehát ha az idősebb petesejtek energiaszintjét valahogy vissza tudnánk vinni a fiatalkori petesejt energiaszintjére, akkor jobb megtermékenyülési arány lenne, és csökkenne mindenféle problémának az esélye. És oxigénnel próbáljátok visszavinni, azt az akarod egyik, mondani? Pontosan. Tehát ma a szöveti oxigénszint,
nem a véroxigén szint, hanem a szöveti oxigén szint, az orvosi műszerekkel ma már mérhető. Erre nincs felfegyverezve a legtöbb orvosi rendelő, és meddőségi központban se találkoztam még ilyen műszerrel, mert hogy az orvoslásnak nincs rá terápiás válasza, és hogyha én nem tudok valamit befolyásolni, akkor minek mérjem? De ezek szerint te tudod befolyásolni is? Nem csak méred. Van olyan rafinált technológiával készített oxigénes víz, ami ivóvíz formájában, meg kádfürdő formájában is elérhető, ami ilyen orvosi műszerrel mérhető módon bizonyítottan emeli meg a szöveti oxigén szintet. Tehát azt akarod mondani, hogy a meddőség ellen is jó? A meddőség megint nagyon sok apró tényezőből tevődik össze, de esetleg felsorolás szerint végighaladhatunk, hogy hol segíthet egy pici plusz oxigén a sikerességben. Igen. Szaladjunk végig, csak valamit megkérdeznék, hogy ugye van, amikor a nő problémája miatt alakul ki a meddőség, van, amikor a férfi problémája miatt, van, amikor mindkettő, és van, amikor egyik sem, mert csak lelki okokról van szó. Most a csakot idézőjelbe tettem, uh-huh. Tehát ilyenkor jön a pszichiáter vagy a pszichológus. Melyik esetben, illetve ha a párról van szó, mondjuk akkor mind a két esetben javasoljátok, vagy használjátok ezt az oxigénes vizet? Igen, tehát a hímivarsejt képzés is egy rendkívül intenzív és energiaigényes folyamat, hogy egy férfi testében naponta több millió hímivarsejt legyártódjon, ahhoz energia kell, ahhoz alapanyag kell, ahhoz energia kell. Tehát, de ha most a női ciklust, vagy a női Igen. termékenységet vesszük végig, akkor érdemes azt is tudni, hogy a petesejt fejlődése az nem 14 nap alatt zajlik le, mint a menstruációs ciklus kezdetétől a pete érésig tartó időszak, hanem az a petesejt, ami abban a ciklusban meg fog érni, és esélyt kap arra, hogy ő megtermékenyüljön, az 60 nappal korábban ébred fel Csipke Rózsika álmából, és 60 napja már fejlődik, már tart a fejlődése, és mindaz a körülmény, ami azon a 60 nap alatt is, meg a látványos 14 nap alatt a végén körülveszi ezt a sejtet, az befolyással lesz, hogy milyen biológiai értékű, milyen lehetőségű petesejt fog létrejönni. Tehát segíthetem már ezt az egész folyamatot azzal, hogy egy fiatalabb nőben lévő oxigén szintet próbálok biztosítani ivókúrával, fürdőkúrával, akkor esély van arra, hogy egy jobb biológiai értékű petesejt jöjjön létre. De nem csak petesejtre van szükség egy sikeres terhesség létrejöttéhez, hanem például ahhoz is, hogy egy jó ményálkahártya épüljön föl. Nagyon sok nőnél látjuk, hogy nagyon vékonyka a ményálkahártya. És abban nem tud megtelepedni a petesejt? Vagy a ményálkahártya lesz alapja a mélepény kialakulásának, és nagyon sokszor látjuk azt, hogy egyrészt a túl vékony ményálkahártya az korai vetéléshez vezet, de hogyha nem is, ha ezen a szakaszon át is jut a terhesség, akkor lehet, hogy a terhesség utolsó harmadában válik elégtelenné az a kis fejletlenke mélepény, ami abból a kis fejletlenke mély nyálkahártyából alakult ki. Akkor jön a koraszülött baba. És jön az intrauterin retardáció, tehát a méhen belüli sorvadás, amikor hiába telnek el hetek, a baba már nem nő, nem fejlődik, mert nincs olyan közeg, nincs olyan mélepény, ami azt a babát oxigénnel és tápanyaggal tudná táplálni. Tehát fontos a petesejt minőség, fontos a mély nyálkahártya minőség. Aztán, ha létrejött a beágyazódás, és a baba elkezd fejlődni, akkor vajon kap-e elegendő oxigént, kap-e elegendő tápanyagot? Tehát a várandóságot megelőzően, és a várandóság alatt is tudjuk ezzel a plusz oxigénnel a sikerességet és a baba egészségességi esélyét növelni. Azért mondasz érdekes dolgokat, mert
az emberbe ösztönösen, vagy hát legalábbis az én agyamba az hasít bele, hiszen láttam például Almási Tamásnak a Sejtjeink című filmjét, ami a Lombik programról szól, és számomra egy drámai film volt, mert azt a küzdelmet, amit annak a három párnak ki kell bírnia, belevéve a gyászt, amikor kiderül, hogy ugye két hét múlva az embrió nem tapad meg, és tulajdonképpen oda lehetőség hiába volt a lombik beültetés, szóval ez nem egy fáklyás menet, hogyha az ember egy ilyen filmet megnéz, viszont az első lehetőség, ami ilyenkor beugrik, hogy meddőség, hát ugye az a lombik program. Na most más is van. Igen. Pont tegnap jutott el hozzám keresztény körökből egy petíció, amit már több mint 10 000-en aláírtak, hogy szeretnék, hogyha a magyar kormány most a családtámogatás keretén belül lehetőséget adna nem csak a lombik kezelések támogatásának, hanem minden egyéb módszernek is, és minden egyéb megközelítésnek is, amit ma a párok vagy az anyák leginkább csak saját zsebből finanszírozhatnak, mert ezt a TB nem finanszírozza. Tehát a ciklus monitorizálástól kezdve a pszichés görcsök megoldásán keresztül nagyon sok olyan dolog van, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy az anya testét még egy csomó minden szempontból érdemes fölkészíteni. Tehát igaz, hogy genetikailag a baba az apa és az anyai kromoszómák összeolvadásának valamilyen játékából lesz, de végül is a születendő baba testének minden molekulája az anya testéből lesz. És az anyának minden hiányállapota és minden toxikus állapota befolyással lesz a születendő gyerek egészségére és lehetőségeire. Tehát az is nagyon fontos, hogy egy várandóság bekövetkezte előtt még, tehát a felkészülési időben pótoljunk az anyának minden hiányállapotát, és erre is legyenek olyan tesztek, olyan megközelítések, amiből információt kapunk, hogy milyen annak az anyának a vitamin, a táp és nyomelem, biológiai elem és nyomelem ellátottsága. Hiányzik-e belőle néhány nagyon fontos dolog. A vasszintet mondjuk megnézzük rutin szinten nagyon sokszor, de nem nézünk rezet, nem nézünk krómot, nem nézünk jódot, sok mindent nem nézünk. Megint csak ez egy amerikai diagnosztikai eszköz, ami segítségével egy spektroszkópos analízist tudunk a rendelőbe végezni. Tehát te nézel? Én nézek ilyeneket. És ahol hiányt látunk, ott az objektív mérésnek megfelelően pótoljuk. Óriási szerepe van a folsavnak még. Czeisel Endre munkásságából tudjuk. A magzatvédő vitamin az tulajdonképpen egy folsav készítmény volt leginkább. És valóban a folsavval való ellátottság rendkívül fontos. De ma már azt is tudjuk, hogy például az omega-3 zsírsavval, a jó minőségű halolajjal való ellátottság, az megint legalább ugyanolyan fontos, mint a folsavval való ellátottság, és kiderül, hogy azok a mamák, akik megfelelő omega zsírsavat szednek a várandóság alatt, az ő babáik intelligencia kvóciense, az átlagosan 7 ponttal magasabb azokénál, akik nem szednek ilyet. Hát pedig ez nem mindegy. Ez sok szülő számára én azt gondolom nem mindegy, de ezzel az információval sem találkoztak a legtöbben, és ha ezt tudnák, akkor szednék, de mivel ezt nem tudják, ezért nem szedik. Tehát egy csomó ilyen apró dolog van, amit mondom, a rohanó állami keretek között nincs idő végigbeszélni, végigmérni a párral. Hát annak van ideje, aki ugye egy órát beszélget a páciensével. De hogyha erre időt adunk, akkor megtaláljuk ezeket a gyenge pontokat, esélyt adunk, hogy ezeket korrigáljuk, és én azt gondolom, hogy akkor
ennek a munkának is megvan az értelme, és megvan a gyümölcse. Vészesen fogynak a perceink, maradt egy, azaz egy percünk. Mi az üzeneted azoknak a anyukáknak, leendő anyukáknak, fiatalasszonyoknak a számára, akik szeretnének gyereket? És most nem csak azokra gondolok, akik eleve a meddőséggel küzdködnek, hanem akiknek csak úgy ott van a fejében, hogy de jó lenne. Sokakban él az a kép, hogy ha ők nem betegek, akkor nekik nincs szükségük az egészségükkel törődni, vagy az egészségüket fokozni. Az egészség az nem a betegségnek a tagadása. Az egészség is egy ugyanolyan széles skála, mint a betegség egy nagyon széles skála. Lehet valaki nagyon kicsit beteg, meg nagyon beteg, meg mindenféle beteg. Az egészség is legalább egy ugyanilyen széles skála, és az egészségnek nincs felső határa. Mindig mindenki tehet még egy kicsit többet azért, hogy még egészségesebb legyen, és ha ezt megteszi, akkor az utódjával, a gyerekével tesz jót. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és hogyha már a leendő kismamáknak szól a tanács meg az üzenet, akkor én azt azért mindenféleképpen hozzátenném, hogy el lehet halasztani mondjuk azt a harmadik diplomát, meg el lehet egy kicsit tolni az új vállalkozást, meg el lehet tolni a mondjuk a balatoni nyaraló építését, sokkal fontosabb helyette az, hogy 40 alatt azt az első gyereket, vagy inkább 30 táján. 35 alatt. 35 alatt akkor meg volt a korrekció, meg kellene szülni. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltál, nézőinknek köszönöm, hogyha velünk tartottak, viszontlátásra. Köszönöm szépen. Ízületi negyed, Fejfájás utca, Betegségfalva, Akut sugárút, Krónikus körút, Gyulladás híd, Túlsúlyos sugárút, Gyógyulás körút, Egészségtér. Az ajtók a természetes oldalon nyílnak. B. Király Györgyit a Victoria Maxi női ruházat öltözteti. B. Király Györgyi ékszereiről a Meril divatárul és ékszerüzlet gondoskodik.